Kedves testvérek, a 7. parancsolatot taglalom még ezen a Biblia órán is. A múlt alkalommal is egy ilyen általános megközelítésben, de még most is úgy kezdem, amikor majd rátérek egy-két részletező bűnre is, illetve annak katolikus egyház szerinti megítélésére. Messziről kell neki futni, hiszen a múlt alkalommal is már jeleztem, hogy óriási választás előtt áll a mindenkori ember, hogy létezzen-e, megélje az életét úgy, ahogy van, és azt a Henrik Vörös halászos példát is hoztam, vagy pedig birtokoljon. És ez nem most kezdődött, ez a gondolatfölvetés, hanem a reneszánsz kor idején, amikor evilágivá kezdett lenni túlságosan is az ember. És érdekes módon, hogy ez egybe esett a nagy felfedezésekkel, amikor is nem a tudomány hajtotta az embereket, még egy Kolumbusz csak-csak, bár ő is az India megközelítéséért ment arra is a fűszerek meg hasonló dolgoknak a reményében, de később már abszolút módon a hódításért mentek a konkvisztádorok, és azt mondják, ahogy horizontálisan kitágult az emberek előtt a világ, tehát egyre nagyobb lett és egyre többet birtokoltak, annak megfelelően csökkent a vertikális dimenziója az embernek, tehát az Isten felé egyre kevésbé kereste a kapcsolatot. Ugyannyira, hogy az újkornak az első lépése a deizmus volt, amelyik azt mondotta, hogy létezik Isten, az még nem tagadta, de hogy gondviselő, hogy személyes, hogy életünkbe beleszóló, ez már háttérbe szorult. És a deizmust követte aztán ugye az ateizmus és a materializmus, ami már ugye a francia forradalom végére Európában kezdett polgárjogot nyerni. És ez a messzi távoli megközelítés különösen a gondolkodókban, akik előre szoktak látni sok mindent, okozott egy hatalmas rémületet. Dostojevszkijnek az Ördögök című regényét lehet, hogy olvasták, lehet, hogy nem. Abban egy profécia van, amikor a főhős Kirillov ezért csak kimondja ezt a döbbenetes mondatot, ha nincs Isten, akkor mindent szabad. És megrémül ekkor, mint egy vizionálja azt, ami később bekövetkezett ugye az első, a második világháborúba, és azóta is tart, hogy az emberek gátlástalanokká lettek, és a birtoklás lett fő céljukká. Úgy is, hogy egzisztenciálisan bele lépett az életükbe a tulajdonszerzésnek, a barátságba, a házasságba is át belemenő, azt átivódó jellegzetessége. Szabó Lőrinc, aki nem volt azért annyira materialista, mint ahogy egy időben divatos volt mondani, de volt neki nagyon materialista korszaka is. És pontosan ő fogalmazta meg a Semmiért egészen című versében titkos szerelmének, akit hiába síratott el 125-ben, mert öngyilkos lett, meg is profétált ezt, hogy ha kell, akkor légy értem öngyilkos, és azt akarom, hogy sorsom alkatrésze légy. És pontosan ez van a mai emberi kapcsolatokban is, hogy birtokolni akarják az emberek egymást, a fiatal így mondja, hogy jó vagy nálam. Ugye, tehát azért vagy jó, mert számomra egy olyan valamit jelentesz, ami fölér a birtoklással. És ez aztán családi és mindenféle vonatkozásra kivetül. Tehát még a legszemélyesebb emberi kapcsolatot is az újkorban a birtoklásnak a vágya az jellegezte meg. És ugye, mint ahogy Szent Pál apostol mondja a Timóteushoz írt levélben, hogy minden baj
gyökere a pénz utáni sóvárgás. Ja, tehát ezért gyilkolnak az emberek, az a mai döbbenet, ami most úgy fölkeverte az érzelmeinket, hogy bankot raboltak és 6 embert megöltek. Miért? Mert kellett nekik a pénz. A pénzért a mai embereknek egy része képes gyilkolni. A birtoklásért. Tehát ezt így kell látnunk, hogy itt az igazi gyökerek. A jogászok ebben nem mernek belemenni. Miért nem? Mert ők egy immanens világban élnek. És a jogi dolgok azok csak arra vonatkoznak az esetekre, és ők mennek utána, és akkor mindig gyártanak egy paragrafust. Csak hogy ebben a világban, amikor már nincsen más bűn, csak a korrupció, mert azt akarják mindig számon kérni a másikon, elszámoltatunk az utolsó fillérig, nem baj, ha megölted az anyádat. De a pénzt, azt perkád le nekünk, mert a korrupcióval velünk is elbántál. Egyetlen bűn maradt a mai időkre a korrupció, de hát nevetséges dolog, hogy pont a 7. parancsolatot tartanák meg az emberek, mikor az összes többit nem. Miért tartanák meg az emberek, ha többit nem tartja meg? És a másik dolog, hogy az a liberalizmus, ami szélsőségessé vált, az először nagyon tetszetős lehet az embernek. Azt mondja, nincs Isten. Ennek a világnak a törvényeit mi fogjuk megalkotni. És megalkotnak egy mindig liberálisabb törvényt, egyszer csak elgondolkodik rajta. Miért kell nekem azt megtartani? Ha az én anyagi érdekeimmel, pillanatnyi előnyömmel, az emberek által megszabott törvény szembe kerül, mi a csodának tartsa meg? És túlteszi magát rajta. Tehát mindaddig, amíg olyan szemlélet van, hogy a materializmus dominál az emberekben, amikor azzal lehet öríteni, meg bolondítani embereket, hogy jobban élsz, kikapcsolják az Istent, és a liberális elvek ilyenné teszik körülöttünk az életet, addig nem kell prófétának lenni, csak egyszerűen a történelmi tapasztalatot meghosszabbítani, hogy egyre több lesz a rablás, a zsarolás, a vagyon ellen elkövetett bűn, egyre több rácsot kell rászerelni a házainkra, egyre több embernek ad feladatot az őrző-védő funkció, és ez így megy a világ végezetéig. Mindaddig, amíg észben nem kap az emberiség, hogy mi belső törvények alapján még egy ilyen pofon egyszerű dolgot, hogy ne lopj, ezt se tudunk megoldani. Ez csak egy külső instancia, azaz egy olyan hatalom, amelyik megszabja a törvényt, és akihez lehet folyamodni, számunkra az Isten tudja megmondani. És talán itt visszakapcsolhatunk ugye a teremtés történetnek elejére, amikor azt mondja, hogy most már az ember a bűnbeesés után tud jót és rosszat, ez pontosan ezt jelenti, hogy az ember akarja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, de ebbe szükségszerűen belebukik. Mert ekkor öntörvényűvé válik, de a magától hozott törvényeket abban a pillanatban rúgja föl, amikor neki tetszik. Ezeket el kellett mondani ilyen alapvetésnek, mert utána már azok már csak részletkérdések, amelyek a tulajdon és a vagyon elleni büntettek körébe tartoznak. Mondják, hogy például Amerikában 2 percenként, ugye egy nagy hatalmas állam, 200 valamennyi millió lakosa van, valakit kirabolnak. Magyarországon ugye ez milyen gyakori, ezt nem tudom, de azt hiszem, hogy egyre inkább sűrűsödik ez a cselekmény. A lopás ugye hát az a titokban elkövetett dolgokat jelenti. Szokták mondani, hogy eltulajdonít, de ez a szó nem jó, hiszen nem lesz az a saját tulajdonává, csak egy olyan tárgyá, amit a másoktól elvett. És ennek sokféle fajtája van, ezzel a bíróságok bőségesen foglalkoznak. Mi azt mondjuk, hogy a lopás az egy olyan bűn, aminek mértékei vannak. Tehát így mondták, hogy a matériája
azt teszi igazán súlyossá. Mert senki nem mondhatja azt, ha 2 forintot ellopunk valahonnét, hogy az halálos bűn lenne. Ezt nem lehet mondani. Csak az a kérdés, és itt a szituáció roppant fontos, hogy kitől, milyen körülmények között lopunk. És így a lopásnak valóban lehet olyan formája, ami kimeríti a halálos bűnt is. Történetesen egy özvegytől vagy egy öregtől lopni, az biztos, hogy sokkal súlyosabb, mint egy milliómostól lopni. Amikor katona voltam, írtó nagy hidegek voltak abban az első esztendőben, és nekünk nem adtak tüzelőt. Amikor kint voltunk ilyen gyakorlaton, majd megfagytunk, a mínusz 20 fokok voltak, és már katonák, mert mindenre vetemettek, egy ilyen erdő közepén volt egy öregasszony, akinek a fáját akarták ellopni. És akkor azt mondtam neki, ide figyeljetek, ha az egész erdőt letaroljátok, az nem olyan cselekmény, mint hát az öregasszonytól elveszitek. És megértették azok a nagyon primitív lelkek, tettek is hatalmas pusztítást az erdőbe, nem azért, mert arra biztattam őket, de legalább az öreg asszonynak a fáját megkímélték. Mert attól ellopni több mázsa fát, vagy mondjuk 2 mázsa fát, több, mint az erdészetből nem tudom mennyivel lopunk, mennyit lopunk el. Tehát vannak mértékek a lopásnál, és ugye itt pontosan ugyanaz a helyzet áll fönn a mi világunkban, ami a bánkban van, hogy aki ezreket, meg nem milliókat lopott, bírája lesz annak, akit a szükség, hát garast rabolni kényszerített. Ezt látjuk a mi világunkban, hogy milliárdok mennek el, és azt aki szerencsétlent, aki elvisz, mit tudom én, valahol itt 2-3 ezer forint értékbe, azt elő lehet állítani. Szóval itt is van egy hatalmas igazságtalanság. De most az erkölcsi megítélés, hogy Jézus különösebben nem beszél róla, de azt mondja, hogy tartsd meg a parancsokat. Már Szent Pál azt mondja, hogy a tolvaj nem juthat be Isten országába. Tehát egy olyan ember, aki erre egy habitusává válik, ugye ma finoman szokták fogalmazni, hogy kleptomániás az illető, és hát ezt viszi el. Bár meg kell hagyni, hogy van ilyen, én találkoztam ilyen emberrel, aki bűnbánóan megvallotta, hogy egy olyan csábítást érzesz az önkiszolgáló boltban, hogy először nem vagyok rászorulva. Ezt megmondta. És a bűnbánóan mondta, egy csábítást érzek, hogy elvegyek belőle. Tehát én el tudom azt fogadni, hogy esetleg vannak ilyen pszichai kényszer állapotok, de azért, amikor ennyi lopás van, azért ezt nem lehet mondani egy társadalomra. Ugye a lopásnak sokféle fajtája van. Ma már mondják azt, hogy főként a szellemi termékeket is oda kéne sorolni, amit nem soroltak eddig oda, csak a fizikai dolgokat, de hiszen ha valaki akár számítógép által, akár mit tudom én, plagizálás által lop, akkor az legalább ugyanolyan károsítás lehet, mint hogyha pénzét lopnál a másiknak. Ugye most éppen tanúi vagyunk egy ilyennek, hogy jelszavat loptak el, és be is jegyezték ezt az egyesületet, hogy ne tudja a másik használni, mindenki tudja, hogy miről van szó, hogy hát ha más nem, akkor lopjuk el tőle, jegyezzük be, és akkor legyen a miénk ez a jelszó. Hát ilyeneket nevetség, és az ember egy kicsikét fölülről próbálja nézni a dolgokat, hát ez nevetség, és nem komoly emberekhez való. Na most, tehát a lopásnak sokféle fajtája van, egyéni, közösségi, minden esetre azt kell mondani, hogy a mérték az roppant fontos. Aztán ugye hát van aztán a csalás, ez érdekes módon már inkább egy fejlettebb társadalmi rendhez tartozik. Múlt alkalommal azt mondottam, hogy főként az állam kialakulásával alakult ki a lopás és annak büntetése. Nem minthogyha mondjuk ilyen nomád pásztorok életében nem lett volna, de a zsidó népnek akkor, amikor ezt a parancsot adta az Isten, hogy ne lopj, akkor gyakorlatilag nem volt semmije. Mannát ettek, meg volt, tehát nem igen lehetett ellopni a másiktól. Az egy vagyonosabb társadalomra érvényes, hogy a lopás általánossá válik. Ugyanígy a csalás is, amikor a szociális érzék megszűnik, és a másik kárára csal az ember. Most ez egy újkori jelenség, azt mondják, hogy érdemes arra is gondolni, hogy
Végül is a reklámok is lehetnek óriási csalások. Amikor behúzzák az embert abba, hogy ezt meg azt vedd szíkai trükkökkel, és megveszik vele, fölmagasztálják az árunak az értékét, és amikor megveszi az az ember, aki a reklám által alaposan meggyúrt emberré vált, akkor jön rá arra, hogy ez nem olyan jó, nem olyan szép, nem olyan tartós, és így tovább. Tehát nem ér annyit. Egyszerűen becsapták őt. De itt még az is hozzátársul, hogy szíkai eszközökkel. De van egy nagy áruház, egy ilyen plázaszerűség, ott megcsinálják azt, hogy az elején a műtyürök vannak. Figyeljék meg! Főként betesznek még ilyen zöldségeket, ezt az, hogy ott rögtön megáll az illető, és ott elkezd szemlélődni, hozzányúl, ez lelassul, nem akar úgy sietni. És az az ember, aki minden percét beosztja, mert szalad valahová, azon kapja magát, hogy már másfél órát eltöltött a plázába, mert ott lelassították őt, és utána mindent megnéz, ez is az is, akcióban itt és ott is leengedik az árakat, becsapják, hogy így mondjam, a reklám által. És ugye hát ezek a bűnök persze nem járnak egyedül. A rablás is, hát ugye a rablás és a lopás között mindig az a különbség, hogy az egyik titkos dolog a lopás, a rablás pedig valakinek a tiltakozása ellenére történik. És hát a legszörnyűbb dolgok azok, amikor embert is rabolnak. Hát ennek is példái vagyunk, hogy jóléti államokban, hogy zsaroljanak valakit, elrabolnak gyereket vagy politikust, és főként ott, ahol egy mafia hálózat gyakorlatilag egy egész társadalmat ugye megmérgez, és ott ez gyakori dolog, a rablás, de hát ugye az most már Magyarországon is előfordul, hogy kitépik a kezéből a táskát, elveszik a vagyonát, és főként gyerekekkel csinálják ezt, és ami ebben különösen bűnös dolog, hogy gyereket bérelnek föl, vagy arra tanítanak, hogy ő lopjon, ő raboljon a társaitól, mert őt úgyse fogják megbüntetni. Hát ennek is sokszor tanúi lehetünk. A sikkasztás, tehát az általában pénzzel történő visszaélés jelenti, amikor egy munkakörben, ahol valakinek alkalma van arra, hogy a pénzeket úgy számolja, úgy szorozza, úgy ossza, hogy a végeredmény jó legyen, de mégis nagy haszonhoz jusson. És ez a sikkasztás általában egyesíti a lopás titkos jellegét, de néha még a rablásra is irányul, mert azzal is kapcsolódik. Most valaki mondhatná azt, hogy hát ott van a Szentírásban az a példázat, hogy Jézus megdicséri a hűtlen intézőt, hogy mennyi adósságod van? Azt mondja, 100 mérő búzával tartozom. Nem, azt mondja, írjál 20-at, és akkor így szerez magának barátokat. Ezt nem arra mondta Jézus ott a Szentírásban, hogy sikkasztani kell, hanem hogy annak a világfiának volt esze ahhoz, hogy a rábízott javakat úgy kezelje, hogy magának jólétet szerezzen. A világosság fiának kell a rábízott javakat okossággal kezelni. Tehát ne mondja senki azt, hogy ott a sikkasztásra biztat bennünket az Úr Jézus. Aztán hát ilyen a zsarolás is, amikor hát valakit azért, hogy pénzt szerezzünk, főként hibáinak a kiterégetése, fenyegetésével zsarolnak. Ez is ugye a legmocskosabb dolgok közé tartozik, mert még ebbe aztán még belekerülhet még ugyancsak az ember rablásnak és a gyerek rablásnak is az esete. Hát hallunk ilyeneket, hogy ugye, ma már szinte ilyen vádalkok vannak, megbeszélik azt úgy, mint a régi világban a betyárakkal a gazda megegyezett, hogy én fizetek neked ennyit és ennyit, de akkor a hasonló gazembereket, mint te vagy, távolítsd el a tanyám környékéről. Ilyen volt. Ennek van sokféle modern változata a mai időkben is. És érdekes módon, hogy pontosan itt a keleti államokban, ahol megszűnt a magántulajdon iránti tisztelet, ott lett a legnagyobb fokú a tulajdon ellen elkövetett bűn. Aztán a jogtalan
károkozás, az is ide tartozik. A pusztítás, a rombolás. Amikor csak azért, főként fiatalok, hogy kiéljék a maguk romboló ösztönét, pusztítanak és jogtalan károkozást végeznek. Én mindig csodálkozom azon, hogy mondjuk rendetesnek egy házat, és a leglehetetlenebb helyekre föl tudnak ilyen grafitiket festeni. Hogy mikor, hogy nincs az, aki lefülelje őket, ugye? Vagy a metró túloldalára, tehát közte van a sín, hogy hogy engedik meg, mert nem mondja senki, hogy szép, nem szép. Firkáljon egy teljesen olyan far, amit ő festett le, és az övé. De amikor üléseket, meg mit tudom én, mit pusztítanak, hát emlékszem rá, bizonyos meccsek után nem volt tanácsos végig menni a metró vonalon, mert ott törtek, zúztak, pusztítottak. Ha nyertek azért, ha veszítettek azért. Szóval itt egy olyan elemi brutalitás és agresszivitás nyilvánul meg, ami pontosan abból adódik, hogy az emberek ilyen példákat láttak filmekben, reklámokban, hogy így kell megoldani a mi konfliktusainkat, illetve agresszív ösztöneinket. Nem szoktak beszélni arról, hogy a pazarlás is végül is egyfajta lopás, amit én nem tudok elhasználni becsülettel, akkor azt ne pazaroljam el, mert a másik embernek esetleg szükség volna rá. Nagy világméretekben a környezetvédelemről szóló Biblia órán mondottam azt, hogy mi az utódaink elől pazaroljuk el azokat a dolgokat, amit úgy használunk föl, hogy igazából nincs rá szükségünk, csak éppen azért, mert mi túlságosan át nem gondolt termelési móddal föléjük az evilág javait. Egyébként ilyesfajta kísértés a magyar emberben mindig is volt. Ugye a svábok általában sokkal takarékosabb emberek. Nem véletlen, hogy Olá Miklós a 16. századnak volt püspöke, ott volt a Mohácsi csatatéren is, és őnek ezért sikerült kimenekülni, és külföldön egy latin nyelvű könyvet írt Magyarországról, Hungária címen. Bemutatta, és leírja azt az esetet, hogy a Maros folyónál olyan bőségesen volt abban az időben, hogy csak le kellett nyúlni, belenyúlt valaki, és puszta kézzel szelte ki a halat. És megfigyeltek egy ilyen magyart, hogy kidobált egy csomó halat, és ahelyett, hogy amire nem volt szüksége, visszatette volna, ahelyett ott hagyta a parton, ott elpusztulni. És ezt már akkor észrevett, hogy egy ilyen mentalitása volt az akkori magyar embernek is, hogy a szükségleteink felül is, ha kellett, pazarolt. Aztán hát az orgazdaság is a lopásnak egyféle fajtája, hogy valaki ellopta, akkor én őrzöm, tudok róla. Kifejezetten nem vagyok bűnrészes, csak úgy, hogy én orgazdájává lettem valamely vagyoni dolognak. A kölcsönkért dolognak a meg nem adása. Ez is egyfajta lopás. Magyarországon még a könyvekre is vonatkozik ez. Gyökösi Endre, református lelkipásztor mesélte nekem, hogy a felesége az egy svájci volt, és el volt szörnyűködve, hogy a magyarok kölcsönkérnek könyvet, és nem adják vissza. És viccet is gyártanak ebből, hogy van neki két könyvespóca, egyik tele van, a másik üres, azt mondja, az egyiket kölcsönkértem, a másikat kölcsönadtam, az ürest. És hogy nem adjuk vissza, de ez még szellemi emberekre is vonatkozik, hogy nem hozzák vissza a könyveket, de hát úgy meg aztán, hogy anyagiaknál, itt azt gondolom, hogy a papok a legnagyobb balekok és a legnagyobb kárvalottja ennek, amikor jönnek ilyen kéregető emberek, ezért, azért, de hónap már hozom is vissza, én még senkivel nem találkoztam, aki visszahozta volna a kölcsönadott pénzt. Tehát ott izzadjon meg kezedben az alamizsna, mondja a Didakhé, tehát okosnak kell lenni, hogy segítünk ilyen emberen, mert az is egyfajta lopás, hogy én elmegyek, és azt mondom, hogy holnap hozom vissza, és ugyanakkor eszem ágába sincs visszahozni. Hát ezek a bűnök tartoznak ide, amelyek megkövetelik a jóvátételt.
itt a katolikus morális és a világi jog az különbözik. Mert azt mondja a katolikus morális, hogy vannak olyan károkozások, amelyek nem bűnök, de meg kell térítenünk. A világi jogban, ha valakit rajta kapnak, a károkozást meg kell térítenie. Mi azt mondjuk, hogyha nem akartuk elkövetni azt a kártételt, egyáltalán nem bűnöm, de ettől függetlenül jóvá tételre vagyok köteleződve. Most a penitencia az is egyfajta jóvá tétel lehet, de tudnunk kell azt, hogy egy egyszerű gyónással ezt jóvá tenni nem lehet. Tehát nem tehetem meg, hogy egy nagyon nagy összeget ellopok, utána elmegyek gyónni, meggyónom, hogy elloptam 2 millió forintot, a pap ad valami elégtételt, és ezzel le van tudva. Az magába hordozza, hogy valamiképpen jóvá kell tennem. Ha kell, titkos módon, ahogy titokban loptam el, akkor titokban valahogy származtassam vissza. Tehát akkor érvényesül a jóvátétel. Hát persze vannak esetek, amikor nem lehet már visszaadni valamit. És Sütő Andrásnak, amikor kiverték a szemét, azt hiába vitték bíróságra azt az esetet, esetleg valakit pénzbírságra sújtottak, ő attól még nem fog látni. Tehát vannak esetek, amikor már nem tudunk valamit visszaadni úgy, de akkor is valahogy törekedni kell rá, hogy visszaadjuk. Mit mondott Zakeus, aki egyébként hát ugye nagyon sok pénzt sikkasztott, csalt élete folyamán, azt mondta, amikor megtért, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit megcsaltam, megkárosítottam, 4-szeresét fizetem vissza. Hát ugye ez egy karakán példája annak, hogy ő ilyen fontosnak tartotta efféle jóvátételt. Tehát a keresztény embert kötelezi, hogy valamilyen módon térítse meg az okozott kárt. Ha már esetleg annak nem tudja, akkor a rokonainak, a gyerekeinek, vagy jótékony célra adja azt a pénzt. Tehát ez hozzá tartozik a keresztény morálhoz, hogy a jóvátételt azt meg kell tennünk. Nem elegendő csak begyónni, és azzal mindennek vége van. Hanem vissza kell valamilyen formában szolgáltatni a tulajdonosának. Ugye ez már benne volt az Ószövetség világába is, egy ilyen szemet szemét fogad fogért alapon. Jézus ugye példázatánál ott, vagy az életénél ott van Zakeus, és később pedig hát az egyházatyák ezt egyértelműen tanítják. Ugye bennünket, keresztényeket azzal szoktak vádolni, hogy hát a gyónás a számunkra egy ilyen bűnöket semmibe vevő magatartásra serkent, mert elmegyek, azt meggyónom, azt vége van. Nem, jóvá kell tenni. De más vonatkozásban is áll, tehát ha valakinek rossz hírét keltettem, megrágalmaztam, valamilyen formában azt vissza kell vonni, és tudomására kell hoznom. Tehát a jóvátétel az erkölcsi kötelességünk. És hát, ugye, miért lopnak az emberek? Lopnak elsődlegesen azért, mert a vagyon, a gazdagság csábítja őket. Ritka dolog az a mi világunkban itt, hogy azért, mert olyan éhes, meg olyan elesett, hogy meghalna, hogyha ő nem lopna. Ezt itt Magyarországon kevéssé lehet elmondani. De pontosan ennek éppen ellentétje volna, hogy valamiképpen a munkálkodás által teremtse meg az ember maga számára a megélhetés föltételeit. Ezért van a lopáshoz kapcsoltan egy ilyen magyar szóösszetétel, hogy naplopás. Hogy valaki lopja az időt, lopja a napot, magyarán lustálkodik és nem dolgozik. Én most itt a munka teológiájának
miben létét egészét nem akarom kifejteni, hiszen arra több időt kellene szentelni, de mint egy ellentetjét ezt el kell mondani. De az Ószövetségben ott van a parancs, ha hajtsátok uralmát a földet, és a munkának a szigorú parancsa már ebben is benne van, hogy őrizzük a földet és műveljük. Ugye Jézus a maga életével, munkás életével, tanításával adott példát arra, hogy dolgozni kell. És hát Szent Páltól származik az a közmondásossá vált szállóige, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Úgy, ahogy mi idézzük magyarok, azért az pontatlan. Mi azt mondjuk, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez azért nem egészen jó így, mert van egy nyomorék ember, egy ágyhoz kötött ember, aki szeretne dolgozni, de éppen testi, vagy esetleg szellemi elesettsége miatt nem tud dolgozni. Aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Így helyes. Tehát ez így egy ellentéte a lopás dolgának, a lopás bűnének, mint ahogy múlt alkalommal mondtam, hogy a kereszténynek az eszménye az adakozás, és ugyanakkor feladat is a munka, hogy ő ne kényszerüljön egyik fajta tulajdon elleni bűncselekményre sem. Az már egy nagyobb közösségnek a feladata, egy államnak a feladata, hogy valamiképpen megteremtse a munka alkalmakat. Tehát, mert a munkanélküliség tényleg az egy nagyon szörnyű dolog olyan ember számára, aki akarna dolgozni, anyagilag is, szellemileg is és morálisan is tönkreteszi, és egyáltalán a személyi kiteljesedésünknek a egyik föltétele. Mi nem mondjuk azt, amit mondjuk Marx mondott, hogy a munka tett bennünket emberi, mert amikor már mi dolgoztunk, abban a pillanatban mi már emberek voltunk, mert az állatoknak a munkálkodása sohasem olyan, mint az emberi, amiben egy tudatos cselekedet van. Ott vagy egy ösztönösség, mint egy hangyánál, vagy egy domestikálás, mint egy lónál vagy egy ökörnél, hogy befogják őket, hogy húzzon. De az ember, amikor már tudatosan dolgozott, ő már ember volt akkor. Tehát az emberi kiteljesedésünknek egyik föltétele az, hogy dolgozzunk. Egy közösségnek a feladata viszont az, hogy megpróbáljon munka lehetőségeket teremteni, hogy a lopás az ne legyen még kényszerűségből sem a cselekedetünk. Ugye, hogy az a megélhetési lopás, mint szokták mondani, csak sajnos ezt nagy tételekben is megélhetési módon el szokták követni. A katolikus morális a középkorban a főbűnök közé sorolta a lustaságot. Azt mondták, hogy ugye a lustaság az ördög párnája. Tudnék abban a pillanatban, amikor az ember ténfereg és nem tudja, hogy mit csináljon, meg lustálkodik, abban a pillanatban a rosszra hajló emberek azon eszelődnek, hogy mit lehetne csinálni valami rosszat. Ugye a jóra hajló embert pedig tunyává teszi. Mert lehet, hogy ő nem csinál lopást vagy rablást, de tunyává teszi. Tehát a hét főbűn közé ezért sorolták be ugye a lustaságot. Viszont ugyanakkor kötelezték a gazdákat, hogy a munkabért adják meg. És ugye Jakab apostol fogalmazza meg, hogy égbe kiállt az a bűn, amit akkor követ el egy munkadó, hogyha megérdemelt és megdolgozott munkabért nem fizeti meg. Természetesen itt is arra az esetre vonatkozik, amikor ő még tudná fizetni, mert ha hiába jön egy, hiába akarja kérni a munkavállaló, van egy földrengés, vagy valami is nem tud fizetni a gazda. És még talán még érdemes így kereszténység történeti szempontból is arra oda gondolni, hogy a protestantizmus viszont már éppen Max Weber mutatta ki, hogy lett egyik szellemi rugója a kapitalizmus kialakulásának. Mert ugye Calvin a munkaerkölcsöt nagyon fontosnak tartotta, sőt azt mondta, hogy még az Isten tisztelettel is fölér, hogyha valaki dolgozik. Tehát ha nem megy vasárnap Isten tiszteletre, de ő munkálkodással tölti az idejét, akkor nem követett el bűnt,
És még egy ponton adott egy nagy lökést a kapitalizmusnak, hogy megengedte a kamatot. Amíg a katolikus egyház a középkorban azt mondta, hogy a legnagyobb bűnök közé tartozik egy embert megzsarolni, ha meg van szorulva, persze az is hozzátársul, hogy a régi világban a pénz aranyforint volt, és az nem inflálódott. Tehát valaki kért egy aranyat, a másiknak visszaadta, akkor gyakorlatilag egy az egybe visszakapta. Annyit veszített rajta a kölcsönadó, hogy esetleg ő azt tudtam volna máshová befektetni. De az újkori gazdászok azt mondták, hogy a pénz is keres. Éppen ezért, hogy bevezették a kamatot, az uzsora kamatot, és Calvin megengedte a híveinek, hogy kamatot szedjenek. És ezzel egyfajta elindítója lett a kapitalizmusnak, aminek nyilván hogy sok értéke is van, de szélsőséges formában látjuk, hogy mivé teszi az embert. Ugye ezt Max Weber annak idején nagyszerűen kimutatta. Hát most elég sok irányba elkalandoztam itt a beszélgetésemben, de azt hiszem ez mind ide tartozik a 7. parancsolat területére, hogy ne lopjunk, munkálkodásra próbáljuk megteremteni az anyagi föltételeinket, próbáljunk meg, hogy így mondjam, nagyon takarékosak lenni, nagyon takarékosak, az szinte etikai norma, a pazarlás az bűn, de miért legyünk takarékosak? Hogy tudjunk adni a másik embernek. Mert ez volna az igaz, hogy a másiknak is tudjunk adni, tehát a másik nem föltétlen azt jelenti, hogy mondjuk ilyen, tényleg ilyen szélhámos kéregetőknek adjunk, hanem iskola gyermekeinknek olyan életlehetőséget, tehát az adás által, vagy jó célokra való adás által eszménnyé tudjuk tenni azt a tilalmas parancsolatot, amit ugye Mózes könyvében így olvasunk, hogy ne lopj, és ami úgy tűnik, hogy az egyik legidőszerűbb parancs, és amire még a mai világ is odafigyel, mert mint ahogy mondottam, szinte a mára már egyetlen bűnné vált. Hát mi helyére tesszük ezeket a dolgokat, a nagy összefüggésbe tekintjük, és azt mondjuk, hogy az anyagi javak adattak, Pázmány hasonlatával mondva, mint a tövisét úgy tartjuk a kezünkön, nem akarjuk szorítani, okosan akarunk vele bánni. Móricz Zsigmondnak van egy szép mondása. Az idő adatot, hogy teremts, az ember ad az élet adatot, hogy teremts, az időnek napjai, hogy gyűjts, és a lélek, hogy adakozz. Úgy gondolom, ezzel a gondolattal be is fejezhetjük a 7. parancsról szóló elmékedést.